Sziasztok, ez a Glamour két szék, és ma itt vagyunk ebben a gyönyörű Hadik kávéházban, és a mai vendégem Pusztai Olivér, Mr. G Hungary, LMBTQ nagykövet, igazából nagyon széles a skála, amin mozogsz. Igen. És hogy beszéljünk nyilván erről, de mielőtt kitérnénk ezekre a dolgokra, azt hiszem, hogy minden homoszexuális vagy esetleg LMBTQ közösséghez tartozó ember életében nagyon fontos a coming out. Így van. És végülis minden itt kezdődik. És hogy neked ez hogy történt, mint történt? Elmesélnéd? Abszolút. Sziasztok, üdv mindenkinek! Én 24 éves voltam, amikor coming out voltam. Ez nagyjából, mondhatom azt, hogy egy későn, vagy de pont időben történt. Ugye én esküvő előtt pár hónappal mondtam meg a mennyasszonyomnak, hogy bocs, de azt hiszem, hogy a másik csapatban játszom. És egy nagyon-nagyon jó döntés volt, egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, és egy nagyon-nagyon nagy felelősségvállalás, mert én jól éreztem magam a bőrömben, de azt éreztem, hogy az életem az nem teljes. És hihetetlen, hogy az ember, aki homoszexuális, az már gyerekkora óta tudja, hogy valami nem oké, egy picikét. Nem is az, hogy nem oké, másabb vagy, mint az a heteronormatív világban felnövő gyerek, aki között mi élünk. És én a mennyasszonyom mellett döntöttem el, hogy itt jól lenne váltani, és ezen egy picit mélyebben elgondolkodni. Ugyanis én nem akartam azt, hogy tönkretegyek több életet. Nyilván el tudtam volna venni feleségül, nyilván tudtunk volna családot alapítani, de ki vagyok én, hogy tönkretegyek több életet. Szerintem ez nagyon-nagyon bátor dolog volt, és életem egyik legjobb döntése volt. Már csak azért is, mert én azóta élek egy teljes és boldog, kiegyensúlyozott életet. És hát hogyan fogadta ezt a mennyasszonyod, ugye? Meg a családod, a barátaid? Tehát ezt gondolom azért egy nagy dolog volt. Igen, hát a mennyasszonyom nem túl jól, ezért ez így érthető. Ugye ez nagyon nehéz, mert nem tudom, hogy ez nőként milyen feldolgozni az, hogy van egy pasid, aki megcsalt téged egy másik férfivel. Ez nagyon-nagyon nehéz lehet. És nagyon sok mindent tudnék mondani. Igen, ő is nagyon sokat mondott. De komolyra fordítva a szót, én próbáltam őt meggyőzni arról, és biztosítani arról, hogy én őt nagyon-nagyon szeretem. Nem mint nőt, hanem mint embert. És itt nem arról volt szó, hogy ő esetleg kevesebb volt, vagy nem adott meg nekem, nem úgy építettük a kapcsolatunkat, ahogy azt kellett volna. Ő egy fantasztikus lány, volt, nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatunk, csak én nem működtem benne, úgy nem voltam önmagam. És ez az, amit próbáltam neki elmagyarázni. Ő az elején nyilván megkért arra, hogy menjek el pszichológushoz, és hogy hát, ha ő majd tud segíteni, biztos én csak bepánikoltam, és ezt majd meg fogjuk tudni oldani. Elmentem a pszichológushoz, és ő azt mondta, hogy itt minden teljesen rendben van. Ez egy tök egészséges coming out volt, és hogyha én úgy érzem, hogy, illetve a barátnőm is úgy érzi, hogy ő szeretne erről beszélni, akkor ő nagyon-nagyon szívesen fogadja őt. Ugye ez azért nagyon-nagyon nehéz, mert minél közelebb állnak hozzád érzelmileg emberek, annál nehezebb ezt elmondani. Mert hogyha vannak neked barátaid, és coming out-olsz nekik, és ők esetleg elpártolnak mellőled, akkor azt mondod, hogy ők igazából nem is voltak igazi barátok. Lapozol egyet, és nyilván majd keresel új barátokat. Viszont a szülőknek, illetve pont egy mennyasszonynak elmondani, ez egy nagyon-nagyon nagy lépés, és hála Istennek anyukám nagyon jól fogadta. Tehát, hogy neki az első kérdés az volt, hogy úristen, akkor nekem most nem lesznek unokáim? És így mondtam, hogy nem, tehát, hogy nyilván szeretnék családot. De így tök jól, tényleg tök jól fogadta. Nagyon megdöbbentem rajta, és annyit mondott, hogy nézd, neki a legfontosabb az, hogy én boldog legyek. Én vagyok úgymond az ő főműve, ő nagyon-nagyon büszke rám, és hogyha én boldog vagyok, teljesen mindegy, hogy egy nő vagy egy férfi mellett, akkor neki ez a legfontosabb. És azt hiszem, hogy ő ezt nagyon-nagyon jól fogadta, és örülnék neki, hogyha minden szülő így fogadná. És egyébként, tehát, hogy mik ezek a jelek tulajdonképpen? Mert hogy mondtad ezt, hogy érezted, hogy nem annyira illesz bele így a környezetedbe, de azon felül, tehát, hogy akkor bárki, aki egy kicsit így kilóg, akkor rögtön azt kell magáról gondolja, hogy akkor lehet, hogy én tulajdonképpen meleg vagyok? Vagy ezt így tényleg érezted, hogy végig csak a férfiakhoz vonzódsz, vagy ez hogyan nyilvánul? Ugye ez nagyon nehéz, mert óvodában, amikor elkezdünk a szexualitással foglalkozni, ami egy tök természetes dolog, amikor ismerkedünk, vagy nem tudom, meghúzzák a fiúk a lányoknak a haját, akkor én nagyon sokat voltam lányokkal, de nem azért, mert esetleg vonzódtam hozzájuk, hanem én sokkal jobban meg tudtam érteni magamat velük, sokkal szenzitívebb voltam belülről, mint az, hogy egyébként fiús játékokat vagy fiúkkal játszottam volna. Aztán jön ugye a pubertáskor, amikor az ember
teljesen természetes, hogy kipróbáljam mind a két felet, vagy érzed azt, hogy mondjuk a barátaid, akikkel haverkodsz, ők néznek Playboy magazint, és ők totál oda vannak Cindy Crawfordért mondjuk, ami nem tudom, 10x évvel ezelőtt volt, és én így néztem, és így, jó, oké, és? Tehát, hogy annyira engem úgy nem mozgatott meg. Az is egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy az agy az mennyire tudja ezt az egészet elcsomagolni a fejben. Tehát, hogy bele vagy kényszerítve egy heteronormatív világban, és bármilyen érzésed van a homoszexualitással kapcsolatban, te azt így elteszed nagyon hátra, nagyon mélyre, a legsötétebb dologba, de akkor is ott van benned. És amikor észreveszed azt, hogy jé, te sokkal többször nézel meg mondjuk fiút a fekete hetesen, mint mondjuk lányt. Attól függetlenül, hogy nekem van szép érzékem, és hogyha látok egy lányt, akkor meg tudom mondani, hogy ő egy gyönyörű nő. De érzelmileg, illetve szexuálisan engem sokkal jobban izgattak a fiúk. Úgyhogy szerintem ez az, amit így az ember így észrevesz. Nyilván vannak egyébként a homoszexualitásnak az eseti homoszexualitás, ezt egyébként így hívják szaknyelven, amikor egy alkalomra az ember, mondjuk főleg a pubertás korban, vagy tinédzser korban kipróbálja, mert szeretné tudni, hogy ez milyen, az, hogy lány-lánnyal csókolózik, vagy fiú együtt van, ez tök oké, ezt helyre teszed a fejedben, és utána azt mondod, hogy én döntöttem, az én nemi identitásom az, hogy én heteroszexuális vagyok. Vagy az én nemi identitásom az, hogy én homoszexuális vagyok. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és én azt gondolom, hogy ezeket tök jó, hogyha az ember kipróbálja. Valaki, aki esetleg ilyen kételyek közt éli éppen most így a mindennapjait, azoknak tulajdonképpen mit tanácsolnál? Mi az, ahogy ezt elkezd például magaddal feldolgozni egyszer, és akkor hogyan kezd el kommunikálni kifelé? Ez nagyon érdekes, mert mindenki teljesen más. Tehát erre praktika vagy egy biztos recept nincsen. Az nagyon-nagyon fontos, hogy sokat kell ezen gondolkodni. Én magamból indulok ki, tehát hogy belem az volt, hogy nagyon sokat morfondíroztam ezen, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez most tulajdonképpen mit is. Nagyon fontos, hogy időt kell hagyni erre. Ez nem egy verseny, hogy nekem egy éven van arra, hogy én ezt kiderítsem. Időt kell hagyni, és egyébként akár a háttértársaságnak az információs vonalát is nagyon szívesen ajánlom, ami egy ingyenesen hívható szám, ahol szakemberek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, szexuálpszichológusok segítenek, olyan kérdéseket tesznek föl, olyan dolgokról tudsz vele beszélgetni, akik segítenek neked az irányultságodnak a megtalálásában. Nem szégyen segítséget kérni, és ez totálisan anonim. Tehát nem tudják, hogy ki beszél a telefon egyik végén és a másik végén, és ez így is marad. Kell, hogy erről beszéljünk, és az sem baj, hogyha segítséget kérünk. Ez nagyon-nagyon fontos. LMBTQ nagykövet vagy. Igen. Ez mit jelent tulajdonképpen? Miből áll ez a pozíció? Igen, ugye tavaly novemberben nyertem meg a Mr. Gay Hungeryt, és tulajdonképpen itt az LMBTQ közösség egy nagykövetet keres. Ez egy picikét hasonlít a szépségkirálynőknek a pozíciójához, de mégis sokkal felelősségteljesebb. Én azért indultam el a versenyen, mert 10 éve nem volt ilyen verseny, és én azt érzem, hogy 10 év alatt változott annyit a magyar társadalom. Lettünk annyira nyitottabbak, és lettünk annyira elfogadóbbak, hogy érdemes sokkal nagyobb pushingot tolni erre a témára. Fontos erről a dologról beszélni. És igazából én támogatom az LMBTQ szubkultúrát, próbálok, valahogy azt vettem észre, tudod, hogy az emberek azért nem elfogadóak és azért nem nyitottak, mert nem ismerik ezt a közösséget. Ez hogy működik? Én nyilván picikét távolabbról kezelek olyan témát vagy olyan helyzeteket, amiről nem tudom, hogy mi az okkal. Ez tök természetes dolog. Viszont, hogyha az embereket informáljuk vagy edukáljuk, hogy a melegség az nem egy választott dolog, mi ezzel születünk. De attól függetlenül, hogy mi melegek vagyunk, vagy homoszexuálisak vagyunk, ugyanúgy éljük az életünket, ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy fizetünk adót, sőt, a magyar társadalomnak a 10%-a az LMBTQ tag. Tehát mindenkinek a családjában, az életében ott van egy meleg, vagy egy olyan ember, aki az LMBTQ közösséget képviseli. És az ég egyet a világon nincsen ezzel semmi baj. És ez nagyon fontos, hogy az embereknek ezt elmagyarázzuk. Én onnantól, hogy megnyertem a versenyt, nagyon erősen elkezdtem ezt kommunikálni. A YouTube csatornámon is van külön egy melegítő playlist, amiben LMBTQ témákat dolgozok föl, és hihetetlen, hogy mennyi levelet kapok hetero anyukáktól, hetero férfiaktól, sőt, még képzeld el, volt egy erdélyi skinhead is, aki írt nekem, hogy megnézte a videómat, és hogy ő igazából
elnézést kért tőlem és az LMBTQ közösségtől, mert ő annyi információt megtudott rólunk, hogy ő igazából már egyáltalán nem érzi azt, hogy egy olyan dolgot kell bántani, vagy kirekeszteni egy olyan közösséget, mert tök normálisak vagyunk. És ez a nagyon-nagyon fontos. Ha kommunikálunk, és ha jól kommunikálunk, akkor közelebb tudjuk engedni az embereket magunkhoz. Szerintem ez a legfontosabb dolog. Nyilván emellett egy csomó más témában is lehet még kampányolni, ahogy egyébként ugyanúgy meg is tesszük, persze. Említetted a Mr. Gay Hungaryt, és most, igen, ha jól tudom, akkor mész a világversenyre is. Bizony, hát kevesebb, mint másfél hónap van hátra, úgyhogy a nadrág az már kellőképpen teli van. Egy nagyon nagy feladat ugyanis, Magyarország még nem volt ezen a világversenyen. Ez lesz az első alkalom, ez Fokvárosban lesz. Április 26-án megyek, és a döntő az május 4-én lesz. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy mi ott legyünk, és nagyon örülnék neki, hogyha megnyerném. Nyilván mindent megteszek azért, hogy ez így legyen, mert ez lehetne Magyarországnak, illetve a közép-kelet-európai LMBTQ közösségnek a Stonewall-ja, hogy egy egész világ figyeljen arra, hogy a ex-kommunista országokban Románia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovákia nagyon-nagyon hasonló helyzetben van, mint Magyarország. Nem elfogadóak az emberek. Kell, hogy nyissunk, mert csak így tudjuk azokat a jogokat és azokat a lehetőségeket megteremteni magunknak, hogy egy teljes életet éljünk. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi a melegfelvonulással sem ünnepeltetni akarjuk magunkat. Sokan azt mondják, hogy ez egy büszkeségmenet. Természetesen ez az New Yorkban és Londonban, ahol már elértek valamit. Mi azért harcolunk, és azért próbáljuk a nyilvánosság figyelmét elkapni, hogy rájöjjenek arra, hogy mi ugyanolyan jogokat szeretnénk, mint ami a hetero társadalomnak van. Ez nagyon fontos. És ez a térség még nem kapott ennyi figyelmet. Egyedül egyszer nyert 2 évvel ezelőtt európai ország, Spanyolország ezen a világversenyen, úgyhogy szerintem itt az idő, hogy most a Európa túloldala is elvigyen egy nagyon-nagyon szép helyezést. Hát nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon szurkolunk, meg drukkolunk. És addig is, ez nem titok, hogy a glamour.hu-n is vezetsz egy blogot. Igen, és imádom. És mindenkinek ezt nagyon ajánlom, mert nagyon-nagyon jó témákat írsz, és tényleg fontos témákról beszélsz, nem a szivárványról, meg a csili-viliről van szó, hanem tényleg valós és konkrétumokról, és ezt nagyon köszönöm neked ezúton is. Én köszönöm, és tényleg szeretnék köszönetet mondani nektek, mert ti vagytok az első olyan média, aki teljes válszélességgel kiáll az LMBTQ közösség mellett, és amikor megkerestelek téged, erről szerintem beszélhetünk, azonnal igent mondtatok, és ennek nagyon örülök. Köszönöm nektek, köszönöm a főszerkesztőnek, köszönöm mindenkinek, aki ennyire nyitott és ennyire elfogadó. Ez nagyon-nagyon fontos, mert pont ti vagytok azok, akik ugyanúgy tudjátok az embereket befolyásolni, mert hogyha ti elfogadók vagytok, akkor rá fognak jönni arra, hogy Jézusom, miért ne? És ez nagyon jó, köszönöm, tényleg. Hát remélem, hogy így is lesz, és addig is olvassátok Pusztai Olivernek a blogját, minden héten keddenként jelentkezik a glamour.hu-n. Drukoljatok majd neki április végén a világversenyen, és köszönöm, hogy ma a vendégem voltál. Köszönöm szépen!